Szép estét kívánok! Különleges koncerttel kezdődik idén is a székesfehérvári adventi programsorozat. Köszöntöm a stúdióban Benda László ezredest és Rúf Tamás őrnagyurat, karmestert. Jó estét! 25. alkalommal rendezik meg a koncertet. Pontosan hol és pontosan milyen koncertről beszélünk? A Bazilikában lesz december 3-án, 19 órás kezdéssel. Már lehet azt mondani, hagyományosan a helyőrségi zenekar adventi koncertje, és éppen ez a 25. Mint egy negyed évszázad távlatából, hogyan készülnek az idei koncertre, mennyire lesz ez hagyományos, és mennyire lesz más, mint az eddigiek? Hagyományos abban a tekintetben, hogy a rendezvénysorozat, a koncertsorozat egyik legrégebbi, majdnem állandó résztvevője, a Honvéd Férfikar jelen lesz, és közös műsorral készülünk az idei hangversenyre. Újdonság lesz mondjuk abból a szempontból, hogy azért a repertoárban előfordulnak majd egy kicsit újszerű dolgok, és lesz olyan közreműködő is, akivel még nem dolgoztunk együtt, csak idén most először. Mennyire különleges tér a Bazilika? Különleges abból a szempontból, az egy szakrális hely. És hát az advent az ugye az egy egyházi ünnep, egyházi várakozás. Többek között a püspökségnek köszönhetjük ezt a lehetőséget, hogy megkaptuk a bazilikát, illetve mikor felújítás van, akkor más templomokat, úgyhogy köszönjük szépen nekik a segítséget. A bazilika és az advent az összefor. Más a hangzás, más millió, más érzések jönnek elő az emberből egy ilyen koncert közben. Igen, azt mondják, akik már voltak, hogy nem feltétlen a látvány, ugye, mert aki hátrébbül, az nem feltétlen látja önöket, hanem ha becsukjuk a szemünket, maga a hangzás annyira mást ad, mint egy hagyományos koncerten. Így készül a karnagy is? Igen. Több szempontból is nagyon-nagyon jó helyszín és egy jó feladat, egy nagy feladat. Ugye Ezredes úr említette, hogy ez szakrális közeg. Azért egy adventi hangverseny az akkor lélekemelő, hogyha szakrális közegben történik meg. Egész más, még, és nem is kell ehhez, azt gondolom, hogy vallásosnak lenni. Tehát függetlenül attól, hogy valaki vallásos érzületű vagy nem, ha belép egy templomba, ott más lesz a légkör, ott mások a körülmények, ott lehet, hogy egy kicsit őt is jobban meg fogja érinteni a zene, és hát hogyha ez a lelki része, hogyha meg csak pusztán a szakmai oldalt vizsgáljuk, azért az nem egy egyszerű dolog, hogy egy 8-10 másodperces vízhanggal kell számolni. Van lehetőség gyakorlásra? Évente egyszer, igen. Tehát akkor így a tapasztalásokból tudnak a következő évben is készülni? Így van. Hát erre előre fel kell készülni, tehát fel lehet készíteni a zenekart, minden zenekart fel lehet erre készíteni egyébként. Elsősorban nyilván a hivatásos zenekarokat, akiknek azért van akkora rutinjuk, hogy ez a dolog ez nem zavarja meg őket. Nagyon sokszor kerülnek így ilyen ekkora vízhangos helyen a zenészek olyan helyzetben, hogy nem feltétlenül tudnak a fülükre hagyatkozni, hanem nagyon muszáj a karmestert figyelniük, vagy esetleg csak a saját közvetlen közelében lévő társához kell alkalmazkodnia, és az a karmesternek a feladata, hogy ezekből a kis, apró egységekből kihozza azt, hogy az egész egyébként jól szóljon. Teher? Nem teher, ez egy nagyon-nagyon szép feladat. Én szerintem a zenészek sem teherként élik meg, az összes nehézségével együtt, szóval azért nem is a vízhanggal van a legnagyobb gond, hanem a hideggel. Itt azért olyan Ilyenkor gondolom másképpen szólalnak meg a hangszerek is, és nyilván másképpen játszik a kéz is. Nehezebben szólalnak meg a hangszerek, és amikor beül valaki mondjuk nézőként, akkor azt mondja, hogy hú, milyen jó idő van itt. Igen, mondja ezt mondjuk a beül a padfűtéses nagykabátba, és neki még melege is van. Nekem nem egyszer mondták a nézők, hogy hú, hát nagyon meleg volt. Ugye, mert a padfűtés őt közvetlenül melegíti. De hol a zenekar van, vagy a szentélyben, vagy akár ott az oltár előtt, ott nincs fűtés. És ott nagyon-nagyon hideg van, és ugye ekkora teret lehetetlen, nem lehet befűteni. És mi kimegyünk mondjuk az este 7 órás hangversenyre, délután 2-kor mi azért ott már elkezdünk próbálni.
hát nagyon-nagyon szoktak fázni. És intonációban pedig kifejezetten nagyon nagy feladat, és ezt mindig el szoktam mondani a katonazenészeknek, és akárkivel beszélek, ezt mindig ki szoktam emelni, hogy szerintem erre nagyon-nagyon kevesen képesek, és szerintem ez a katonazenekaroknak az egyik sajátossága, hogy... Fegyelmezett társaságról van szó. Fegyelmezett társaság, de hogy ilyen hidegben képesek mondjuk tisztán játszani. Én tudom, hogy én magam még egyetemista koromban ültem olyan szimfonikus zenekarban, egy másik városban, más körülmények között, szintén Bazilikában játszottunk, és soha nem fogom elfelejteni, ott egy kicsit fázogattunk, de nem volt annyira hideg, mint amiben itt szoktunk játszani, és egyszer csak felállt a szakszervezeti képviselő, és azt mondta, hogy hát itt van nálam a hőmérő, a szabályzatban 18 fok alatt mi nem játszunk, az vele írva, és itt most 17 fok van. Fűtsenek be. És azért... Mennyi, hány fokban szoktak a Bazilikában játszani akkor, ha már egy kis kulisszatitkot elárulhatunk? Hát nem szokott 18 fok lenni. Tehát, hogy inkább olyan... 10 a környéke. Hát olyan 10 fok környéke, és az nagyon nehéz. És ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy a katonazenekar, kifejezetten mondjuk ez a fehérvári zenekar, én mondjuk elsősorban róluk tudok nyilatkozni, hogy képesek mondjuk egy Bach R tisztán eljátszani. És ez azért van, mert nagyon sokat vagyunk szabadtéren, és hogyha mondjuk katonai tiszteletadással történő kegyeleti szertartás van, vagy egy koszorúzás van, és mondjuk 0 fok van kint, a zenekar akkor is játszik. És mi ezt azért ezt megtanultuk. Mutassuk be akkor a mindennapi hősöket, kik alkotják a zenekart. A zenekarvezető Ruf Tamás Őrnagy, ő a karnagy, van neki egy helyettese a... Hirtelen nem ugrik be a neve, Meg Robert, Szádros úr, és hát az a közel 25 fős társaság, aki fiatalabb, korosabb, picikét talán már idősebb zenészből áll, akik közel 80%-uk egy jó 5 éve már együtt zenél, vannak benne a zenekarban azért új fiatal kollégák, akik 1-2 éve vannak a zenekarnál. Ők a Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar, és ők fognak kiegészülni itt a koncert során nagyon sok más személyen. El lehet árulni egy-két titkot? Szerintem azért el lehet ezt árulni. Többek között a Honvéd férfikar, aki egy közel 50 fős férfikar. Egy kis reklám ő nekik is. Nincs még egy ilyen férfikar az országban, sőt Európában sem sok, aki hivatásos művész. Játszik még a kicsinyek gyermekkórus, ők a Kodály iskolának a gyerekkórusa. Aztán lesznek vendégművészek, szoprán kolléginák, illetve lesz egy nagyon érdekes vendégművész, ő nem más, mint az Alberto González Őrnagy. Ő a spanyol hadseregnek a katonája, itt szolgál Székesfehérváron még egy jó pár évig, és ő amatőr énekes, és volt olyan kedves, és közel fog működni a koncert során. Kíváncsian várjuk, de önök kiket várnak, és kiknek szeretnének zenélni? Mi mindenkit várunk. Székesfehérváriakat, környékbelieket, műkedvelőket, aki csak meghallja a zenét a Bazilika előtt, és érdekli, jöjjön be, nagyon szívesen látjuk, ha befér. Nyilván van egy... Ez a ha befér, ez azt jelenti, hogy az a tapasztalat, hogy azért szoktak tolongani az ajtóban? Igen, hál' Istennek. Nagyon sokszor van az, hogy nem férünk el. Nem gondolkodtak azon, hogy esetleg több alkalommal zenélnének? Elveszik a varázsa. Tehát azt az első adventi gyertyát, ami közösen meggyújtásra kerül a püspök úrral, az összenői parancsnokkal, meg az épp aktuális ezred parancsnokkal, az a pillanat az egyszeri. Az egyszeri. Azt nem lehet megismételni, hogy tetszett a közönség, akkor legyen egy másik nap is. Nem. Még nagyon nem gondolkodtunk el azon sem, hogy esetleg vigyük-e ki, ahol többen láthatják. A szervezés igénye, meg azért ezen gondolkodni kell, hogy ez ugyanazt a varázsát adná-e az adventnek, mint hogyha benne a templomban van az a koncert. Szóval mindenkit várunk, akit érdekel. Hát egyet szerintem azért itt halkan megígérhetek, hogy majd mi ott leszünk, és akkor megmutatjuk. Jó. A nézőknek, azoknak, akik lemaradtak. De azért mondjuk el még egyszer az időpontot azoknak, akik szeretnének elmenni, hogy pontosan mikor, azt tudjuk, hogy a Bazilikába és hány órára menjenek.
December 3-a, vasárnap, és este 7 óra. Jó. A megyés püspökséggel közösen szervezik meg évről évre ezt a programot. Úgy vettem ki a szavaiból, hogy nagyon fontos önöknek ez az együttműködés. Miért? Nem egy keletű ez a vallás és a hadsereg. Ez mindig is volt. Mindig is volt a hadseregekben egyfajta vallási képviselet. Nyilván voltak korszakok, amikor kevésbé volt jelen, de akkor is jelen volt, csak éppen mint katonák. De ott voltak az egyház képviselői. Aztán egy másik korszak következett, amikor ez felerősödött, és a hadseregnek van egy olyan szervezete, hogy tábori püspökségek, ahol katonák, püspökök dolgoznak, az ezredeknél, az alakulatoknál vannak tábori papok, akik ott szolgálnak velünk együtt. És itt Székesfehérvár, mivel püspöki székhely, ezért egy ilyen koncerten magától érthetődik, hogy megkeressük, nem most, már évekkel ezelőtt történt ez, megkerestük a püspökséget, és nagyon szívesen látták a katona zenekarnak a részvételét egy ilyen adventi koncerten. És egyszerűen innentől kezdve, ha mi működik, azt tovább kell csinálni, azt folytatni kell. És a katonazenének milyen hagyományai vannak Székesfehérváron belül? Hát több mint, 120 év, igen, most már mondhatjuk, hogy 120 éves múltra tekint vissza a zenekar történetei Székesfehérváron. Nagyon komoly hagyományok és gyökerek vannak, amik egyébként azért a második világháború után egy kicsit ott megszakadt a úgy, mint minden más is egyébként, tehát ott a katonazenének egyszer ott volt egy kis egész rövid szünete, egy holtpontja, hogy ahogy az országnak talpra kellett állni, ugye a katonazenének is talpra kellett állni, és ugye 1964-re datálják az újjáalapítást, de egyébként az 1900-as évek elején, tehát itt a monarchia idejében volt a virágkor, amikor Fricsai Richard nemzetközi hírű katonakarmester prosperált itt Székesfehérváron, és hát olyannyira jól működött ez akkor, hogy ő, mint katonakarmester volt a zeneiskola egyik alapító tagja. Tehát, hogy azért itt a katonazenekar története, azt gondolom, hogy szorosan egybefort Székesfehérvár kulturális történetével. Akkor van mit ápolni, van. Továbbadni, van-e utánpótlás? Van utánpótlás, nagyon nehéz az utánpótlás, ez talán egy kisi műhelytitkot szabad elárulni, hogy ugye a szóban benne van, hogy katonazenész. Kell egy kicsit katonának lenni, kell egy kicsit zenésznek lenni, és nagyon katonazenésznek kell lenni. És ez azt jelenti, hogy nem elég egy próbajátékon megfelelni, és utána zenélni kell, mint mondjuk egy civil zenekarban, hanem mi kiírjuk a próbajátékot, eljön aki szeretné ezt megpróbálni, kiválasztjuk azt, akivel mi szívesen dolgoznánk, nyilván szakmai szempontok alapján, ám de itt jön az, hogy akkor katonának is kell lennie, és fizikai, pszichikai alkalmassági vizsgálaton kell sikeresen túlesnie, és hát őszintén megmondom, hogy azért az egy nehéz dolog manapság, mert talán mindig is nehéz volt, csak én ugye most szembesülök velem az elmúlt 15-20 évben, hogy nehéz olyan zenész találni, aki nagyon jó zenész, megfelelő végzettséggel rendelkezik, jól játszik a hangszerén, és egyébként nagyon gyorsan tud futni, és tud fekvőtámaszozni, és felüléseket csinálni. És tud lőni, és tud kézigránátot dobni, és tud minden más egyebet, amit egy átlag katonának kell. Hát talán akkor ezeken az önkéntes toborzásokon érdemes lesz zenészeket is toborozni. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Mit is kívánhatnék, mint jó időt, ha bár szerintem ez egy nagyon furcsa, egy zárt koncert esetében, de megbeszéltük ennek a részleteit, hogy miért kívánom ezt önöknek. Köszönjük szépen, önöknek pedig azt, hogy velünk tartottak ma este. Tegyenek így holnap is. Viszontlátásra!